A telefonvonal túlsó végén Verebes Istvánt köszöntöm, aki a Republik zenéjére készített Doboz Imre kalandregényéből, a Hattyúdalból egy zenés komédiát. Ez szerint szerzőtárs vagy dramaturg ebben az előadásban? Mondhatom azt, hogy a film alapján szerkesztettem össze a darabot. Egy-két olyan jelenet van, ami a filmben nincs, hanem volt ennek egy játékszínbeli változata, és onnan a Vajda Katiéknak a változatából egy vagy két jelenet alapját átvettem. De lényegében egy teljesen új darab, hiszen a számokhoz is hozzá kellett esztergálni végül is a szöveget. A szerelem a Republik együttessel, az jól gondolom, hogy innen ered Nyíregyházáról, amikor azt a bizonyos van, aki forrón szereti, vagy senki sem tökéletes című. Érdekes módon annyira nem, de szegény Antal Pista, aki most nemrég halt meg, ő akkoriban nagyon menedzselte a Cipőjéket, és akkor elkezdtem hallgatni, és rájöttem, hogy számomra az elmúlt 25 évben az egyetlen olyan együttes, akiknek a szövegei rejtelmesek, de üzennek mégis valamit. Ráadásul én nagyon szeretem a zenéjüket is. Mert hogy ott is több Republik sláger hangzott el ebben a bizonyos előadásban. Hány Republik dal? Csak egy vagy kettő volt. És ebben a Hattyúdalban hány Republik dal lesz? 23. A Cipővel nagyon jó barátságban voltunk. Olyannyira, hogy ez a darab is azért született meg, mert én hosszan foglalkoztam avval, hogy mi ez lehetne hozzáigazítani ezeket a dalokat, és mindig mondtam a Cipőnek, hogy ha megtalálom, akkor megcsinálom. Sajnos mire megtaláltuk, ha nem Csákkal együtt, addigra már épp a Cipő talán egy éve akkor halt meg. Hát ez egy sajnos egy tragikus késedelem, de mindesetre az ő emlékének azért jót tesz ez. Emlékezz Keleti Márton előtt, Páger Antal előtt, Doboz Imre előtt és a régi magyar jó filmek előtt is. Szerette ezt a történetet? Igen, de ez a történet már egész másról szól. Akkor illetve hát nem, azért akkor is arról szól. Ez a történet a szabadságról szól, hogy egy bizonyos világban, ahol rendszabályozó vannak a dolgok, ott meddig lehet szabad valaki, meddig tart az ő szabadsága. Hát a válasz elég síralmas, mert akkor is az volt a válasz, hogy sem eddig, és ma is. És akkor hogy sikerült ebből zenés komédiát rendezni? Hát ez a komédia, ez olyan, hogy keserű komédia? A darab mulatságos, de a vége az egyáltalán. A filmnek a vége sem mulatságos. Mi szoktuk írni azt, hogy komédia, pontosabban a színházak ki szokták írni, mert azt hiszik, hogy abban jobban csábítják a nézőket, mint azt írják, hogy színű. Ez egy ilyen rossz beidegződés Magyarországon, hogy minden, ami nem felhőtlenül szórakoztat, azt nem kérjük. Hát remélem, hogy Nyíregyháza azért ennyire nem romlott el. Milyen érzésekkel jön hozzánk? Két cikluson át volt a Móricz Zsigmond színház igazgatója, nem tudom, hogy a szabadtéri színpad akkor hogyan is állt a színházzal? Nem kértük. Volt szó róla, de nem kértük. Hát nézze, nekem nagyon fontos ez a város, mert szoktam volt mondani, itt váltam felnőtté. Itt lett olyan felelősség rajtam, ami minden addigi gazdaságomat, lezserségemet hát azért valamennyire kordába fogta. Ráadásul jól éreztem magam ebben a városban, soha nem támadtak hátba. Ebben a régióban a munkának hallatlan becsülete van, hát engem nagyon megbecsültek, majd legalábbis a színházunkat nagyon megbecsültek a közönség. Többszörösére nőtt a bérlet szám, a látogatottság, és hát nem beszélek arról, hogy Nyíregyházán hoztál a feleségemet és a gyerekemet, kisfiamat. Tehát ez nekem mindenképpen egy fontos város. Itt otthon éreztem magam, azt hiszem, hogy ma már azt kell mondanom, hogy sehol jobban nem éreztem otthon magam Nyíregyházán. Ennek nagyon örülök, köszönjük szépen, várjuk Önt és Önöket, hiszen itt lesz az előadáson, még talán a színpadon is hajol egyet majd. Remélem, hogy a hidegfront nem mossa el az előadást, a legjobbakat. Köszönöm szépen, Verebes István, jó utat akkor Nyíregyházára.